Peres Gábor a vendégem, jó estét kívánok! Kezdjük sokan! Köszönöm. Zárolták az MSZP pénzét, vagy nem zárolták? Olga, azért vagyok egy picit most nem is zavarban, hanem inkább egy ilyen kellemetlen helyzetben ezen a héten, de igazából a múlt hét végétől ennek a hétnek a közepéig. Kétszer voltam bent olyan televíziós műsorban, és nyilatkoztam különböző újságokban, ami egy ilyen bulvárkacsa, meg ilyen hírlapi kacsa ügyekben volt. Azért bocsájtom ezt előre, nem félreértsenek. Először is nincs ennek a hétnek a közepe, ennek a hétnek ma van az első munkanapja. Ja, igen. Kedd. Tehát most akkor mi van? Hány stúdióban, hányszor bulvárkacsát kellett cáfolnia? Mert amit szóval most én kérdezek, ez a második. Azt ugye Vasárnapi Hírek írta a hétvégén. A Vasárnapi Hírek információira nem szoktuk azt mondani, hogy jaj, hát ez biztos egy bulvárkacsa. De nehogy szóval... félreértsen, nem önt vonom felelősségre. Nem egyáltalán is értettem. Egyáltalán arról van szó, hogy van egy olyan... megint egy olyan információ bent a magyar médiában, ezzel által az emberek fejében, ami nem igaz. De annyira nem igaz, hogy egy szó sem igaz belőle. Felveti önöket a pénz? Ez az igaz? Nem, ez a másik. Na jó, akkor nézzük az igazságot. Az MSZP, csak úgy, mint más pártok is, hitelt vett fel. Mekkora az MSZP hitelállománya? Ezt is három felé kell bontsuk. Mondt. Tehát három olyan hitelféleség van most az MSZP ilyeténképpen terhén, amelyikről beszélnünk kell. Az egyik egy 1999-ben nyitott bankszámla nyomán, az az Erste Banknál nyitott bankszámla, amely bankszámlának az első időszakában az MSZP kapott egy 500 millió forintos hitelkeretet. Azért kell itt megállni egy pillanatra, mert nem lenne ez az 500 millió forintos hitelkeret 500 millió forint, ha az MSZP-nek akkor az akkori hatályos törvények szerint nem lett volna egy 198 fős képviselőcsoportja a parlamentben, és ehhez nem lett volna hozzárendelve egy bizonyos mennyiségű állami támogatás, ami fedezetül szolgált egy ekkora hitelkeretre. Na de ezt a hitelkeretet, ezt fel is használták? Mert a hitelkeret az egy folyószámla hitel. Ez egy folyószámla hitel. Nagyon sok magyar családnak, embernek, magánszemélynek is van ilyen folyószámla hitele. Tehát kihasználták ezt a folyószámla hitelt? Haladjunk sorban, és akkor igen, gyorsan erre is válaszolok. Egy bizonyos részét igen, de nem, tehát ez 2015 volt minden. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert ahogy végigérünk az időben, rögtön érthetővé válik, hogy miért kérem ezt. Tehát van egy 99 után valamikor keletkezett, de a 2010 előtt, tehát ebben az intervallumban keletkezett folyószámla hitel, ami 500 millió forint volt. Volt egy másik hitele az MSZP-nek, amit egy, azt hiszem 2007-ben talán vett föl, ami szintén egy 400 millió forintos összeg volt, amit ingatlan vásárlásra kért az MSZP, ez egy MFB hitel egyébként. Ezt minden párt kihasználhatta akkoriban, az MSZP is kihasznált és megvásárolta azokat az ingatlanokat, amelyekben egyébként már irodával rendelkezett, vagy hasonló ilyen irodákat, pártlétesítményeket hozott belőle létre. A harmadik típusú hitel pedig a Jókai utcai székház megvásárlására vonatkozó hitel, ez egy nagyságrendileg 1 milliárd forintos hitel, ami szerencsétlenségünkre egy svájci frank alapú hitelállomány, aminek egy nagyon jelentős részét a Szocialista Párt már letörlesztette, de miután az árfolyamok nagyon kedvezőtlen alakultak az elmúlt időszakban, ez még most is megközelíti ezt az 1 milliárd forintos hitelállományt. Tehát amiről szó van, az kétszer 400 millió, vagy egyszer 500, egyszer 400 és egyszer hát 1 milliárd forint. Az a szám, ami megjelent, hogy közel 2 milliárd forint, az stimmel. Nagyjából igen. Egyet még hozzá kell tennem, hogy az elmúlt néhány évben sikerült ennek a folyószámla hitelkeretnek egy részét, tehát egy 50 millió forintos nagyságrendet a tőkéből is visszafizetni az MSZP-nek, és még egy nagyon fontos mondat ide kívánkozik, az pedig az, hogy ezek a hitelek mindig nagyon pontosan voltak törlesztve. Uh-huh. Tehát soha nem volt elmaradás, minden egyes alkalommal, amikor megkaptunk egy banki értesítőt, azt az MSZP a legkorábban rendezte is. Hát délután jelent meg az Indexen, tehát az Index úgy értesült, hogy ebből az egész zárólásos történetből összességében annyi, hogy egy 40 millió forintot az Erste vett le az MSZP számlájáról. Ez igaz? Ez igaz. Tehát a zárolás, meg a folyószám, tehát mondok még egyszer, azért nagyon fontos, amikor azt mondtam, hogy 198 fős parlamenti frakcióhoz tartozó állami támogatáshoz mért hitelkeretről van szó, mert az egy 198 fős állami támogatáshoz mért hitelkeret. Jelen pillanatban, és az elmúlt években is az MSZP-nek nem volt 60 főnél több a parlamenti képviselőcsoportja. Na most a
mai rendszer az azt szerint működik, hogy minél nagyobb egy frakció, annál nagyobb állami támogatást kap. Most miután lecsökkent ez az összeg, ami fedezetül szolgált e mögött a hitelállomány mögött, tehát a folyószámla hitel mögött, ezért a bank kénytelen volt csökkenteni a hitelkeretét az MSZP-nek, ami a banknál van, nem bármilyen más megfontásban, hanem egyszerű fiskális okokból kevesebb lett a fedezet, kevesebb lett a folyószámla hitel. Ez az 500 millió forintos hitelkeretet mennyire csökkentette a bank? Ez most 400 millió forint volt, mert ugye 50-et visszafizettünk, és 40-et levett a bank, most 400 millió forintnál tartunk nagyjából. Hát én nem tudom, hogy egy pártnak akkor a parlamenti bejutott képviselők után járó állami pénzen túl milyen bevételei vannak, mert hogy ezt a 2 milliárd körüli hitelt azért fizetnie kell az MSZP-nek, és ahogy említette, hogy a 2010 után is már drasztikusan lecsökkent a parlamentben a korábbi időszakhoz képest az MSZP-s képviselők száma, hát most meg még inkább, most mennyi, 29 talán? A 38-ból 9 a szövetségeseiké, akkor 29 képviselőjük lehet a parlamentben. Hát nem lesz könnyű, de még egyszer mondom. Akkor miből tudják fedezni? Rögtön elmondom. Nem, az sem egyszerű elmagyarázni, hogy ez miből áll össze. Egyet azért ennél jobban tudom, hogy a Fidesz miből fizeti, de ez most nem ide tartozik, mert mindjárt erről is ejtek szót. Tehát a szocialista pártnak egy jelentős tagsága van, azért azt lehet tudni, hogy egy nagyjából 30 ezer fő, aki az MSZP tagja. Nyilván ezeknek a befizetéseiből, tehát ami konkrétan a tagdíj, ezekből a tagdíjakból ezt nem lehet fedezni, ez 30-40 millió forintos éves bevételeket tud produkálni. Tehát abból egy ilyen mennyiségű ingatlant nem, vagy hitelállományt nem lehet fizetni. Ehhez szükségesek egyébként van egy ma is normatív állami támogatás, amit pártok kaphatnak, akik elindulnak a választáson és bejutnak a parlamentbe, ezekhez mérten ez nagyjából 500 millió forint, 5-600 millió forint. Tulajdonképpen ebből kell kigazdálkodni a minden pártnak azt a költséget, amiből egyébként működni tud, kivéve a Fideszt. Hát a Fidesznek az oligarchái azért oda tesznek bizonyos összegeket, ahova kéri a Fidesz vagy Orbán Viktor, és akkor ebből ők tudnak működni. Oligarchái. Na pont ezt akartam mondani, hogy fájó pont, de más oldalról meg borzasztó nagy öröm, hogy nekünk nem kell szégyenkezve lehúnyt szemmel sétálgatni az utcán, meg lehajtott fejjel az oligarcháink miatt, mert nekünk most ilyenek nincsenek. Mert korábban voltak? Remélhetőleg nem voltak. Én 2010-től terjedő időszakról tudok beszélni. Egyébként az is ide kívánkozik, hogy egy fillér hitelt nem vettünk fel az elmúlt 4 évben. Tehát az a hitelállomány, ami volt, az nem gyarapodott, hanem csökkent ezzel az 50 millió forinttal, amit az imént említettem, még ilyen körülmények között is. A Fidesz oligarcháinál ugye az egy nagyon érdekes helyzet, hogy mondjuk egy 600 milliárddal kitömött Simicska, vagy egy Nyerges Zsolt, vagy nem tudom, Mészáros Lőrinc, aki a 88. leggazdagabb ember, ezeknek meg sem kottyan egy Fideszt fenntartani, vagy eltartani, vagy egy stadiont megépíteni. Vagy mondjuk egy kampányt finanszírozni. Ami... Nem ők építették a stadiont, a cégek. Hát a TAO pénzből persze. Az tulajdonképpen az önné, meg az enyém. De még egy fontos dolog, hogy mondjuk egy kampányfinanszírozásnál, amikor az MSZP-nek el kell számolni, és minden pártnak nyilván, hiszen a mostani ellenőrzések mellett ezt gondolom, hogy még keményebben fogják figyelni a bizonyos szervek. Tehát amíg el kell számolnunk ezzel a 901 néhány millió forinttal, amit az összes párt összefogása után tudtunk volna, vagy tudtunk a kampány finanszírozására költeni, addig a Fidesznek van egy cöfje, akihez oda van rendelve x millió milliárd hatalmas összegek, amiből az egész országot leplakátolják, és borzasztó boldogan élnek. Önök a nagyobb parlamenti létszámmal rendelkező MSZP-hez felvett hitelt miből fogják most a kisebb parlamenti létszámmal rendelkező MSZP befolyó összegein túl, miből? Tehát miből fogják majd törleszteni? Igen, hallom, hogy ez egy valami hatalmas megterhelést, most valamelyik újságban olvastam, hogy milyen borzalmas megterhelést fog ez jelenteni a pártnak. Szóval annyiban azért meg kell álljak egy pillanatra. Az vagy nem, tehát bizonyos vannak pénzügyi gondjaik, vagy nincsenek? Ilyen pénzügyi gondjaik nincsenek. Tehát ezeket a problémákat mindig megugrottuk, ezután is meg fogjuk ugrani. Annyiban kellett egyébként meghúzni a nadrágszíjat, és ez sajnos emberek sorsával függ össze, tehát el kell bocsájtanunk majdnem 50 embert az elmúlt 4 évben az MSZP konkrét belső állományából. Ami azért egy nagyon jelentős megszorítást
láttat. Szóval nem olyan könnyű most megélni, meg egyáltalán életben maradni egy ellenzéki pártnak ezek között a körülmények között, de mi mindent elkövetünk. Ez azért fontos egyébként, mert az, hogy most az MSZP, mint párt, az most havonta milyen gondot jelent, mit tizedikéig hány milliót fizet be, törlesztése, olyan nagyon nem izgat fel minket. De az, amit saját magukról mondanak, és utoljára Botka Lászlótól hallottam azt, hogy az MSZP szervezeti felépítéséből a vidék az hiányzik, arra nem tudtak most se, és 2014 választásnak ez a nagy tanulsága, hogy nem biztos, hogy jól mérik fel Budapesten, a budapesti központban a budapestiek problémáját, hogyha tovább nem néznek, és már pedig ahhoz meg a vidéki hálózat kellene, ahhoz meg pénz kellene. Ezért nem mindegy, hogy egy pártnak mennyi pénze van. Ebben nagyon egyetértünk. Van emellett egy másik dolog is, ami össze tud tartani egy ilyen rendszert, van egy kohéziós erő, ez egy közös hit, amiért az emberek dolgozni képesek és akarnak. Tehát az MSZP-nek nagy előnye számos más párttal szemben, hogy nem a forint alapján szerveződött össze, hanem egy bizonyos cél érdekében, és ez nem feltétlenül a választási győzelem elsősorban, hanem elsősorban ennek az országnak az érdeke, és ehhez eszköz egy választási győzelem. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy vidéki alapszervezetet fenn kell tudni tartani, akkor mindösszesen arról beszélünk, hogy ott kell ember, aki tud kommunikálni mondjuk egy országos központtal egy bizonyos helyzetben, akármilyen ügyben. Tehát nem jelent hatalmas kiadásokat az MSZP-nél az, hogy egy vidéki szervezetet felépítsen vagy fenntartson, hanem egyszerűen egy olyan szervezési kérdés, amit központilag kell tudni ugyan finanszírozni, de azok után ezek a dolgok általában működni szoktak. Tehát mindenki csinálja társadalmi munkába. Igen, ez nem is kérés, ez a helyzet. Tehát a szocialista párt aktivistái, hál' Istennek azért ezt el tudom mondani, hogy ezt azért csinálják, mert szeretnének ebből az országból egy jobb országot csinálni, nem pedig a pénzért. Tehát szerintem minden párt aktivistái erről így szoktak nyilatkozni. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én köszönöm a meghívást.